Őrsi Mátyás a vendégem, jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Mindjárt beszélgetünk a vagyonosodásról, de mit szól ahhoz, hogy megszűnt az SZDSZ? Szomorú vagyok, bár nem lep meg. Miért nem lepi meg? Hát, Retkes Attila párt elnöksége óta a párt gyakorlatilag nem létezik. Az, hogy egy párt kormányon van és kiesik a parlamentből, ez nem egyedi a európai történelemben. Az SZDSZ-nek mégis sikerült egy unikális, idézőjelben mondom, eredményt elérnie. Arra nem nagyon van példa, hogy egy párt kormányon volt, és nem is képes indulni a választásokon. Elfelejtjük, az SZDSZ nem indult gyakorlatilag a 2000-es választáson. Sajnos, ami bekövetkezett, ez egy logikus dolog. Na akkor nézzük ezt Békeporaira. Nézzük ezt a mai témánkat, hogy mai hír tegnapi kijelentést, amivel ma is szeretnénk foglalkozni. Nem tudom, hogy láttál, remélem, hogy igen. Gyurcsány Ferenc, az ön jelenlegi pártelnöke volt a vendégem, és azt mondta, hogy Orbán Viktor az 5 leggazdagabb magyar között van. Ezen csak így meglepődtem. Gyurcsány Ferenc folytatta is, hogy majd, ha nem most derül ki, hogy mennyi a vagyona, majd, amikor lesznek örökösei, majd akkor fog kiderülni. Hát volt már az Orbán család vagyonosodását vizsgáló országgyűlési bizottság, ennek ön is tagja volt. Akkor például mire jutottak? Nézhetjük a vagyonbevallását Orbán Viktornak, abból nem az derül ki, hogy az 5 leggazdagabb magyar közé kerülnek. Hadd kezdjem azzal, hogy nem tudom megmondani, hogy Orbán Viktor a 3., a 7. vagy a 12., de az nekem is meggyőződésem, hogy az Orbán család, tágértelemben vett család ma Magyarország leggazdagabb családjai közé tartozik, ami leginkább két ok miatt fontos. Az egyik ok, hogy valóban, ha megnézzük az ő vagyonbevallását, és gondolom adóbevallásait, akkor ebből semmi nem fog kiderülni. De politikailag meg azért érdekes, mert Orbán politikai sikere nem kismértékben abban áll, hogy ő elitellenes. És valószínűleg az őt támogató tömegek ma sem tudják, hogy ha van Magyarországon ma igazi elit, akkor Orbán Viktor és a családja ehhez elithez tartozik. De mikor fog kiderülni, én remélem, hogy Gyurcsány Ferencnek nincs igaza, és nem csak akkor fog kiderülni, amikor örökösödésre sor kerül, hanem hát azért vannak kormányváltások, hogy az ilyen típusú dolgokra fény derüljön. Emlékszem. De hogyan? 2000... Hát, ugye, várjál egy kicsit, miért visszamegyünk a vagyonosodási bizottsághoz. De hogyha nézzük a Orbán Viktor vagyon nyilatkozatát, másból nem tudunk táplálkozni és gondolkodni, meg dolgozni. Tehát minden évben megvan, hivatalosan időre leadva, itt van előttem, mindenki előtt ez nyilvános. Fel van sorolva, hogy van a 12. kerületben ingatlanna, ez társasház, egy-ketted tulajdon, 2002-ben vette, felcsúton a belterületi ingatlanjai 50 évre ingyenes használatban vannak adva a felcsúti utánpótlás nevelésért alapítványnak. Itt is egy másik belterület 50 évre az alapítványé, itt is egy másik 50 évre. 2006-ban vette, ezt is 50 évre odaadta. Ezt is odaadta 50 évre. Aztán kész. A többi oldalon nincs is semmi, repülő sincs, vízi jármű sincs, még van banki tartozás, a közös számla felesége, banki tartozás kb. 10 millió 300 akárhány ezer, ennyi. Hát ez nem egy gazdag ember vagyonnyilatkozata. Pontosan erről van szó. Én 1990-ben egy viszonylag sikeres ügyvédként kezdtem el politikai pályafutásomat. Azért mondom el, hogy volt mögöttem egy anyagi háttér. Ezzel együtt képviselőként gyakorlatilag nem panaszkodom, ne értsenek félre, de vagyonra nem tudtam szert tenni. Tehát volt egy kényelmes életem, de vagyonom nem volt. Hát Orbán Viktor, elég sok bizottsági tagsága is volt. Tehát, hogy... Azt kell, hogy mondjam, hogy jobban kerestem, mint egy átlagos képviselő, mert olyan bizottságnak voltam az elnöke, amely még duplán is fizetett, tehát én jobban éltem. Azt kell, hogy mondjam önnek, hogy abból a fizetésből, amelyet Orbán Viktor bevallott, abból azt a lakást, amiben lakik, nem tudhatta megvásárolni. Azt én képtelenségnek tartom. De ha elkezdjük visszamenni az időben, 1991, a Fidesz és az MDF megkapja a tiszti kaszinót az államtól, ezt eladják egy banknak, akkor még a bankok ilyen módon jó barátok voltak, és ha jól tudom, akkor ezek a pénzek nem a pártkasszába mentek, hanem egyenesen átmentek az Orbán családhoz. Az a parlamenti vizsgálóbizottság, amely létrejött, és tényleg nem volt sikeres, szívesen elmondom, hogy miért nem, azon alapult, hogy Orbán Viktor azt mondta egy KFT tagjaival folytatott beszélgetésen, hogy ne mi kapjuk a legtöbbet. De nem volt taggyűlés.
nem volt taggyűlés. Most a nézők ezt nem értik, az és érdekes azért bukta el a pert, mert ebben a mondatban be tudta kötni, hogy taggyűlés volt, vagy nem volt taggyűlés. Egyébként minden, amit elhangzott, egyébként igaz volt. Azt soha nem... senki már legalábbis bíróság. Jó, ezt csak azért mondom el, mert most ketten értjük, és te nem mindenki. Azt mondja Orbán Viktor, hogy ne mi kapjuk a legtöbbet. Kik azok a mi? Hol van a Orbán Viktor vagyonbevallásában az a cég, amelyikre a mi utal? Vagy hogy ne menjünk el annyira nem, a... Nem, hát ott Léva Janikó nevén lévő földekre... Hát az nem az Orbán családhoz tartozik? De, hát, de azért volt valószínű indokoltan mi. Így van, beszéljünk akkor egy nem régi esetről, napokban olvasom az újságban, hogy valamelyik magyarországi megyében, tán Zala megyében a hatóságok... Lápi Lidérc. Jól tetszik emlékezni. A hatóságok az összes bányászattal foglalkozó vállalatnak megtiltották a tevékenységét. Egy valaki bányászkodhat, Orbán Viktor édesapjának a bányája. Kérem szépen, itt az Orbán családhoz tartozik, és azt gondolom, hogy ilyen történeteket gyakorlatilag hát vég nélkül lehet mondani. Jó, de hogyha nem az ő nevén van, vagy nem a gyerek nevén van, akkor kik tulajdonolják ezeket a vagyonokat? Vagy hogyha pénz állt ezekből, tehát ha nem csak ingatlanokról van szó, hanem pénzről is, akkor ezeket eltüntette a miniszterelnök és a családja? Vagy... Mint jogi végzettségű ember engem is rendkívül izgat, hogy milyen engem jogi technikákkal... Magyar állampolgárként izgat, hogy most a jogi technikára kérdezek rá, mert mint magyar állampolgár, a jogi technika kevésbé érdekelne. A magyar állampolgár és adófizető a tény érdekel, hogy mitől lesz a miniszterelnök családja egyik leggazdagabb család Magyarországon, de mint jogász érdekel a technika, hogy oldja meg, hogy nem kell a nevére, és mégis befolyással van ezek fölött, a pénzek fölött. Én nekem Orbán Viktorról elég rossz véleményem van, de azért én nagyon okos embernek tartom, és előrelátó embernek tartom. Én el nem tudom képzelni, hogy neki ne legyenek garanciái arra, hogyha a miniszterelnökségnek véget ér, akkor ez a vagyonrész, amely fölött egyébként ma tud rendelkezni, nyilvánvalóan politikai hatalmánál fogva, amikor a politikai hatalom megszűnik, akkor is megmaradjon a befolyás ezekre a pénzekre. Még egyszer, ez egészen biztos vagyok ebben. De hogy a kérdés, hogy fog ez kiderülni. Igen. És elkezdtem mondani, hogy 2002-ben, amikor Orbán Viktor elvesztette a választást, Megyesi Péter meghirdette az árakbetemetés politikáját. Sajnos ezen azt értette, hogy békén kell hagyni a régieket. Én azt gondolom, hogy nem szabad békén hagyni az előző kormány. Legalábbis nem ez az árakbetemetés, hogy pontosan. Az igazságot attól még szeretnénk látni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm az érdeket.